Fontos, hogy a fagyos, havas szezon beállta előtt cseréljük le a nyári köpenyeket a téliekre. A téli abroncsok anyagösszetétele és mintázata is jelentősen eltér a nyáriakétól, ezért a szakértők véleménye szerint egy gyengébb minőségű téli gumi is jobb választás, mint a nyári abroncsok használata a hideg hónapokban. A téli gumi mínuszban sem válik rideggé, megőrzi rugalmasságát, míg a futófelületen kialakított mélyebb mintázat a havon és jégen jobb kapaszkodást, ezáltal rövidebb fékutat és precízebb irányíthatóságot biztosít. Nagyon fontos azt tudni, hogy a teljesítmények az autóknál nagyon megnőttek. Ezért mindenféleképpen igyekszünk minőségi abroncsot, de nem minden esetben prémium abroncsot kínálni a partnereknek. Igyekszünk felhívni a figyelmét, mert ugye másodkörön mindenki használt abroncsot próbál keresni. Igyekszünk felhívni a figyelmüket arra, hogy 5 mm alatt az abroncs az már nem téli abroncs. Mi javasoljuk, hogy esetleg fussa le nyáron ezt az abroncsot, amely kicsit felkeményedett már. Az 5 mm-es abroncsoknál felesleges pénzkidobás, mert egy telet sem tudja használni tulajdonképpen az abroncsot. Ignéci Ferenc elmondta, a használt és az új abroncsok vásárlásakor is kiemelten figyelni kell a megfelelő abroncs méret mellett a csatornamélység méretére, a mintázat állapotára és az autóhoz megfelelő futásteljesítmény szem előtt tartására. Hozzátette, érdemes az időjárás előrejelzéseket figyelemmel követni és a tartósan lehűlő 7 fok alatti hetekre már lecserélni a nyári abroncsokat. Azt a tömeget szeretném elkerülni, amikor ugye leesik az első hó, akkor az emberek tömegével indulnak gumit cserélni. Egyébként 10 éve járok téli gumival, nyilván télen. Korábban jártam már nyári gumival télen, de tehát érzékelhető a különbség. A szezonális cserével a biztonságos téli közlekedés mellett megnöveljük a nyári abroncsok élettartamát is. A téli gumiknál érdemes már 4 mm profilmélység elérésénél új szettet vásárolni.